Hazánkban több mint 5 millió embert oltottak be koronavírus ellen, közülük pedig megközelítőleg 3 millióan kapták már meg a második vakcinát is. Azonban többen is úgy gondolják, megelégszenek egy adaggal a kettő helyett. Dr. Sanc Róbert, szekszárdi háziorvos szerint a Tolnai megyeszékhely lakosainak megközelítőleg 2%-a nem megy el a második oltásra. Ez sem mind szándékos, mert néha előfordul, hogy elfelejtik, vagy más dátumot jegyeznek meg maguknak, mint ami van. Ilyenkor figyelmeztetjük őket, és akkor legtöbbször fölveszik azért az oltást. Tehát ritka az, hogy egyáltalán nem érkezik meg valaki a második oltásra. Természetesen előfordulhat az is, hogy megbetegszik, más jellegű betegsége van, ami miatt később kaphatja meg, ez is indokolt eset, ilyenkor nyilván később adjuk. Néhány mozdulat, enyhe szúró érzés, és már meg is kapta az ember az oltást. Már az első vakcina után kialakul némi védettség, hiszen a szervezet már ennek beadását követően is elkezd antitesteket termelni, azonban ez a védelem korántsem teljes, mondja dr. Kovács Klára, bátaszéki házi orvos. Az egy oltás az egy részleges védettséget ad, konkrétan egy gyengébb immunválaszt, egy ellenanyag termelést indít el. A második védőoltással történik meg az, hogy a sejtes immunválasz, a B és a T limfociták megizmosodnak, és egy hosszabb idejű, erősebb immunválasz alakul ki. A házi orvos úgy fogalmazott, hogy vannak, akik kizárólag annak érdekében oltatják be magukat, hogy védettségi igazolványt szerezzenek. Azonban a tervek szerint a kormány ezt szankcionálni fogja, így nem sokáig élvezhetik az igazolvány kiváltságát azok, akik nem kérik a második oltást.